Számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, bárhol vannak a világon. Most szállt le ez az A-19-es katonai repülőgép Szudánból, Djibouti érintésével, és az ott kialakult polgárháborús helyzet szükségessé tette, hogy a Magyar Honvédség erőforrásaira támaszkodva, külügyminisztériummal és a belügyminisztériummal együttműködve egy különleges Csivatagi Karaván nevű akciót hajtsunk végre, amelynek keretében 32 embert és köztük 7 magyar állampolgárt sikerült kihoznunk a polgárháború sújtotta Szudánból, és ezzel minden magyar, hála Istennek, épségben hazaért. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben az akcióban, a Honvédség, Külügyminisztérium, Belügyminisztérium és mások részéről is. Nagyon fontos az, hogy ilyen összefogásra és ilyen gyorsan meg tudtuk ezt tenni. És reméljük, hogy most már az a 7-8 nemzet, akinek a tagjai is velünk utaztak, azok is most már a követségeik segítségével melegbe és biztonságba tudnak kerülni.